Hello mindenkinek, ez itt a Kulturgix, én Erzsi vagyok. Én pedig Bence. Ez pedig itt az eBay percek. A mai videóban ismét gravírozni fogunk, ahogy azt tettük már egyszer nagyon-nagyon régen, de most nem egy ilyen felületkarcolós eszközzel fogjuk csinálni, hanem tulajdonképpen felületégető géppel. Igen, ez a gép elméletileg 500 fokon gravíroz bele az adott felületbe, legyen az mondjuk fa, vagy bőr, vagy esetlegesen műanyag, sajnos fémet nem tud. Illetve üveget sem, de igen, azt a tükröződés miatt. Igen, vagy hát tükröt sem akkor. Hát... az vicces lenne, így legravírozná magát. Én ezen gondolkodtam, hogy attól függően hova veri vissza a fényt. Hát valószínűleg magába. Szerintem a plafon sikerülne egyrészt. Hát vagy magában, mert hogyha teljesen sík a fölötte, akkor magát gravírozza. Várjál, akkor felrobbanna, így visszajutna a fejbe? Ne próbáljuk ki. Az egy másik műsor. De elindíthatnánk azt is. Azt mondod? eBay pusztítás. Wow! Mindenféle ilyen kis tárgyat szedtünk össze a kreatív boltból, illetve van még itt egy pár. Ezek ilyen sima falapok, vagy hát hivatalosan pohárral áttét ilyen kerek. Igen. Fa. Ez meg, nem tudom mi volt a hivatalos neve, de elméletileg valami képkeretszerű, szerintem akármi. Ez fa darab, tehát hogy ez egy fa. Igen. Ez egy jó meglátás, tényleg fából van. Illetve van egy ilyen kis könyvünk, vagy hát ez egy könyv alakú doboz. Egyébként full fából, tehát tök jó, hogy ezt a hajlítható. Ennek nincs olyan nagy fém alkatrészé, ami nagyon brutális. Fából csinálták. Erre van egy tervünk, igazából van több mintatervünk is. És ki fogjuk próbálni persze bőrön is. Van ugye egy karkötő. Bőrből. Erről furán össze van hajtva, és így most ez mi? Illetve emlékeztek a tetoválós videóra, amit itt megnézhettek, akkor ott volt ugye a nyakpánt és a filtertartó, és a legutóbb ugye bele tetováltunk egy kis kamerát ide az egyik oldalába, és szerettünk volna még Kulturgix logót is tetoválni rá, csak aztán begyáváztunk, mert rájöttünk, hogy hát ennyire azért nem vagyunk sem pontosak, ügyesek meg főleg nem. Úgyhogy most ügyesebb és pontosabb is nálunk. Egyébként igen, szóval, hogy most ezt fogjuk pótolni ezzel a géppel, hogyha sikerül. Annyi hátránya van igazából ennek az egész kis szerkezetnek, hogy 40x40 mm felületen tudunk csak és kizárólag gravírozni, úgyhogy alapvetően azért vannak itt most kis tárgyak előttünk, és ezzel próbálkozunk meg ezekkel, mert alapvetően nagyon kicsi az a felület, amit tudunk hasznosítani. Hát tulajdonképpen még ezek is borzasztó nagyok ahhoz képest, tehát hogy ez messze nem 4x4. Nem. Meg a többi sem. Nem, de kifejezetten a könyvre egy olyan ötletünk van, hogy több különálló grafikai elemből alakítjuk ki gyakorlatilag a felületét. Tehát, arra is, meg erre is. Igen, meg arra tehát, is. Hogy több arra is. Igen. Esetben is ilyen lesz, hogy tulajdonképpen apró elemekből rakjuk össze, hogy egy végeredményt kapjunk. Igyekeztünk olyan mintát kitalálni, aminél nem baj, ha pontatlanok vagyunk egy kicsit, mert nem hiszem, hogy pontosan úgy le tudjuk helyezni, hogy folytatódjon egy minta. Úgyhogy sok kis minta egymástól viszonylag függetlenül alkot egy egészet. Mivel kezdjünk? Fuha, mivel kezdjünk? Hát valami tök egyszerűvel kéne, nem? Egyszerűvel mindenképp, szóval ne a bőrszíjakkal, dobozokkal, hanem hát mondjuk valamelyik ilyen kerek. Az egyik kerekre nyomjunk egy Kulturgix logót. Hát ez tényleg a legegyszerűbb. Hát azt mondtad, hogy a legegyszerűbbet. Probléma, hogy ez a cucc egyfajta káros fényt, bocsánat, értjük, 500 fokos. Igen. Tehát, hogy ez nem feltétlen tesz jót így a szemnek, vagy szenzornak, a kamerának, vagy bárminek. Tehát, hogy olvasgattunk, és nem tudjuk, hogy ez biztonságos-e mondjuk csak úgy csupasz kamerával felvenni, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy letakarjuk a kamera elől, és mi innen egy levédett mobiltelefonnal fogjuk rögzíteni, amit látunk. Vagyis, hogy egyikünk látja, mert van a géphez szemüveg, de csak egy darab. Hát majd osztozunk tudod egyiket az egyik szemem, a másik. A lencséket kivesszük, tökéletes lesz. Nem, hát alapvetően igazából nagyon-nagyon sok formot átjártunk, átnyalasztunk, és azt írták, hogy elméletileg az összes objektív a mai piacon lévő kamerák esetében védve van a káros UV sugárzástól, mert hogy védi a szenzor részét, de azt tanácsolta mindenki, hogy ezért csak óvatosan. Úgyhogy hát nem nagyon szeretnénk tönkretenni a kameránkat és cserélni egy szenzort rajta, úgyhogy ez szerintem a legbiztosabb. Azon gondolkodom, hogy ugye ez egy szögletes cucc, és benne vannak a gumik, amik rögzítik ezt. Igen. De ez kerek és nagyobb is, szóval, hogy ezt így próbáljuk meg beerőszakolni a gumikkal. Beerőszakoljuk! Hát oké. Okay. Beerőszakoljuk. Minden lánynak ezt mondod? Jó, akkor felhúzod rá a gumit.
Működik? Jaj, Jézusom, de... Ó, szinte semmit nem látok abból, ami... Egy fehér pontot. Egy pici fehér pontot, igen. Igen. Betöltöttük a képet, elméletileg a nyomtató látja, úgyhogy ráküldhetem, ha gondolod. Jó. Megküldjem? Igen. Jó, akkor megy. Ennek whisky szaga van. Hogy lehet ennek whisky szaga? Hát ilyen füstölt fa illata. Ezsi, nekem van, szóval akarsz beszélni róla. Amúgy nagyon jól érzel ki a kamerán, mint valami menő. Nagyon menő vagy. Ha kigyullad, akkor majd szóljál. Most amúgy a felvételen az látszik, hogy nézem a nyomtatót és nézem a fényt, de amúgy nem nézem, akkor van átnézem a telefon nézem. Vegyük? Igen, csak először kapcsoljuk ki. Jó. Mert nem akarok a lézer elmúlni. Ne. De amúgy a jel lézer is? Vagy hát ez nem csak egy jel? Nem, az is valamennyire éget, igen, egy picit. Ó, na, kicsit ez... ilyen spiritós lett. Annyira nem, itt. Ezen részen, ahol felszállt a füst. Tehát, hogy igen, egyébként a füst maga nyomot hagyott így körbe. Igen. Hát ezt le kell csiszolni igazából. Hát egy kicsit megsimogatjuk. Mm. Van egy ilyen elég erős ilyen. Tudod, mint amikor kimész a tábortűzbe egész délután. Tábortűz mellett vagy, és a ruhádnak meg mindennek igen, ilyen szaga van. Ezt én is az volt az legelső, amikor csináltam ezeket a tesztnyomatokat, hogy én is megszagoltam. De egyébként van benne valami ilyen... Biszkit? Nem! Ilyen multidéző. Hogy eszedbe jutnak a nyarak. A parton. Nekem annyira nem. Grács volt, szerintem meg ilyenek. Csak püdös. Nekem nagyon felidézi. Nem is nagyon lehet benne semmilyen. Nem lehet elkenni nem. Mondjuk a kormos felületet. Nem. De durva. Azt hittem, hogy simán így elsimogatom, és akkor így a korom mondjuk nem. Szétkenődik, de nem. Nem, ez beleégeti gyakorlatilag. De hogy nincs rajta semmilyen por. Nincs. Vagy bármi, ami elégett, hanem nincs. Pont annyi. Szerintem bőr legyen a következő. Már is? Hát ja, már valami, is bőr. Valami bőr. Ha emlékeztek ugye a tetoválós videóból, akkor van ez a memóriakártya és szűrőtartó, és ugye megpróbáltuk a rekesznyírást a tetováló tollal, vagy hát a tetováló eszközzel, és most megpróbáljuk ugyanazt, mit kezd ezzel ez a gép a másik oldalra. Akkor megy. Megjegyeznék valamit, nem süti a mintát. Miért? Nem hagy nyomot. Miért? Tényleg semmi. Semmi se történt. Jó, hát akkor felvesszük mondjuk 15-re. Hát figyelj, hogyha az 5-ön semmi nem történt, lehet, hogy mindjárt az 15. lehet 25 is. Nem, mindig csak kicsiben szabad elkezdeni. Hát jó, semmit se csinál. What the fuck? Mondtam, hogy ez a 15 az még kevés lesz. De hogyha meg fölviszem izére, akkor meg süzé lesz. Kigyullad a picsa. Akkor mennyire ezt vagyok? Ezt fejtsük meg, hogy mennyi kell neki. Figyelj, dobd fel negyőt. 30. Olyan kis szerény vagy. Valami van. Halvány nagyon. Nem látok semmit. Nagyon halvány valamit oda firkantgat. 50? Nagyon szopó. Hát szerintem 60 is jó lesz. Akkor 55. Legyen az 60 benne. 55. 60. 55. Nem már. Hova licitálsz? Lát a 30-an izé jó, akkor neked legyen igazad. Szerintem ez egy órás művelet lesz, ezt tudod. Miért? Szerinted. Ja, hogy nagyon-nagyon lassan éget. De figyelj, most füstöl. Az jó. Kameraképen sem szép, amit látok. Na, hát... Hű. De figyelj, ez így megolvadt, vagy mi ez? Ez megolvadt. Igen, azt nézem, hogy a felső réteg, mintha mi ez, az lenne. Ez fölhabzott, és ő megolva. Igen, azt nézem, hogy mi a... Mi a franc? De amúgy rohadt jól néz neki. Igen, tudod, mit kellett volna csinálni? Ezzel előmintázni a tetováláshoz, és ezt tetoválni. Igen, amúgy. És tökéletes lett volna. Amúgy igen. Ez kicsit drága eszközpark kell ehhez a dologhoz, de igen. Szerintem van egy olyan rohadt vastag viaszos réteg a cucc, amit nem tudott átütni, ezért megolvadt a viaszos réteg. Hát figyelj, van még ez a másik bőr. Nézzük meg, hogy ő mit tud, mert ez nem olyan fényes, nem ilyen vaskos réteg van rajta. Jó. És ugye vannak még a tesztbőreink, amin a tetoválógép is jobban működött, szóval ott is tudunk játszani. Hát az már annyi baj, hanem át kéne gumizni a másik irányba, hogy itt lóghasson ki. Oké. Okay. Érted? Oké, okay, akkor engedd.
Hát ez igazán király lett az jó, igazság. Nem tudom, mennyi látszik belőle a mintából, de valamennyi azért látszik, tök jó. Neki is állunk a mai utolsó kis gravírozásnak, ugye a bőr az, hát a nyakpánt meg a többi sajnos egy kicsit felsült. A karkötő viszont gyönyörű, úgyhogy valószínűleg egy másfajta szíjjal kell majd próbálkozni, viszont az utolsó az egy ilyen kis könyvdoboz. Ezt lényegében egy ilyen utazós emlékdoboznak szánom, amibe bele lehet rakni a külföldön így elhasznált kis buszjegyeket, villamosjegyeket, nem tudom, illetve a belépőjegyeket, amiknek egyébként pont belefér, pont méret ebbe a dobozba. Úgyhogy nem tudom, hogy ti el szoktátok ezeket rakni, nálam egy csomó ilyen megvan. Nem is, amúgy mindegyik megvan. Amúgy szerintem mindegyik. Hát nyilván valamit elvesztettem, hogy tényleg nem amortizáltam, de hogy igen, azért ezeket így el szoktuk rakni, és arra gondoltam, hogy egy ilyen kis doboz, és ennek megfelelően ilyen kis utazós mintákat fogunk rá égetni. Most jól látom, vagy nem látom? Jól látom, hogy nem látom, igen. Nagyon túl magasan halvány. Lenne. Nagyon-nagyon halvány. Lehet, hogy az lenne a bajom? Hogy így egy bizonyos mélységben éri el? Szerintem a magas objektumokkal nem jó a cucc. Hát sajnos fájó szívvel kellett konstatálni hogy sajnos ez nem fog működni. Mivel hogy kiderült, hogy a gravírozónak ez a rész, ez túlságosan magas. És mivel nagyon-nagyon magasan van, ezért nem képes belegravírozni még a legerősebb fokozaton sem. De jó volt, jó ez a cucc. Nagyon-nagyon tetszik. Jó dolgokat lehet vele csinálni, csak ki kell tapasztalni nagyon. Hát tehát, nagyon változó. Ez nem olyan dolog, hogy csak betöltöd a grafikát, és akkor berakod, és akkor pont olyan lesz, mint ahogy elképzelted. Mármint, hogy volt olyan, hogy olyan. Tehát jó, ami olyan megfelelő magasságú, és úgy kiszámítható, hogy mondjuk a fának viszonylag kis égetés is elég, az igen. Szép egyből. Jó, de ezt így az elején nem tudod, hogy most milyen égetéssel, milyen magas objektumokkal, pontosan mi is fog kinézni rajta, úgy gyakorlatban is jól, tehát ezt csak úgy sok-sok-sok tesztelés után fogod tudni. Egyébként rakunk le a leírásba egy linket hozzá, hogyha valakinek kedve támad ezzel hasonlóképpen kísérletezni. Nem tudom, ennek a márkának egyébként egy rokás ilyen mindenféle. Nagyon sok, van, ez az alap basic. De igazából azt néztem, hogy a fórumokon és a YouTube-on is mindenki ezt használja. De nagyon vicces volt tényleg, hogy így bárki bárhova beírta, hogy hú, nem tudom, hogy tudtok-e nekem segíteni. Persze, nekem már volt kettő, meg már ilyeneket csináltam. Mi ezt külföldön ennyire tolják? Nagyon tolják. Reméljük, hogy tetszett ez a videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. És hogyha találtok valamit az eBay-en, amit szívesen látnátok ebben a műsorban, amit tesztelünk, akkor ezt küldjetek el nekünk valahol, ahol elértek minket. Az internet bármelyik zugába. Hajjaj. És ezen felül, hogyha szeretnél minket támogatni és a mi kis munkásságunkat, akkor sok-sok szeretettel várunk titeket a Patreon oldalunkon. Addig is pedig találkozunk a legközelebb. Sziasztok!